Köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Gól TV Sportré című műsorát látják. Ebben a műsorban hétről hétre olyan emberekkel beszélgetek, akik vagy sportolók, vagy sportvezetők, vagy sporthoz közeli emberek itt a városban, és akik nagyon-nagyon sokat tettek már városunk hírnevének öregbítéséért. Hölgyeim és uraim, a mai vendége egy nagy közönség kedvenc, az egykori kosárlabdázó Csák Magdolna. Szia Magdi, köszöntelek! Szia, köszönöm szépen ezt a kedves felkonferálást! De igazat mondtam, hiszen nagy közönség kedvenc voltál, és mondhatom, hogy vagy ebben a városban. Jó erre visszagondolni, igen. Ezek tényleg nagyon szép évek voltak, és nagyon szívesen gondolok rá, meg jut eszembe nagyon sokszor. Csodálatos élmény volt ez, igen. Nagyon-nagyon sok mindenről szeretnék veled ma beszélni. Kezdjük akkor talán a nosztalgia részével, hogyha már tényleg ezzel kezdtük. Ugye pont még a stúdióbeszélgetés előtt váltottunk néhány szót, és mondtad, hogy pont 10 éve annak, hogy így abba hagytad az aktív kosárlabdázást. Manapság mennyire játszik szerepet az életedben a kosárlabda? Egyáltalán fogsz-e mostanában a kezedben kosárlabdát, hogy abszolút tényleg nagyon gyorsan eltelt ez a 10 év, így visszagondol az ember, hogy hihetetlen mennyire gyorsan elszaladt. Ez kettős, ez a kosárlabdával való kapcsolatom, létezik is a mindennapjaimban, és ugyanakkor nem is létezik. Azért mondom, hogy nem létezik, mert én aktívan nem veszek részt már a kosárlabdában. Ez egy nagyon drasztikus döntés volt, amikor én ezt 2002-ben befejeztem. Tehát én bennem egy olyan elhatározás született, hogy ha én befejezem, akkor nem fogok többet kosárlabdázni, hisz az emberben akkor ugye dolgozik az, hogy látom a mérkőzéseket, találkozok a lányokkal, lemérek az edzésekre, figyelem őket, és úgy érzem, hogy hát még lehet ezt megbírnám csinálni, lehet, hogy még, ha nem is olyan jó szinten, de még lehet, hogy részese lehetnék az egésznek, és ezért nagyon komoly döntést hoztam, ehhez a mai napig is tartom magam. Tehát olyan szinten, hogy hiába van az udvaron kosárlabda palánk, nem megyek ki a gyerekekkel kosarazni, tehát László az, aki inkább segít nekik, vagy tanácsot ad. Én más sportban és más mozgásban, játékban nagyon szívesen részt veszek, de a kosárlabda a részét teljesen félreraktam, ami az én életemet illeti. Másik oldalról viszont ugye teljesen jelen van minden nap, hisz a két gyermekem is, és hát ugye a Lászlónak is szinte a mindennapját ezt teszi ki. Tehát együtt élek a kosárlabdával, mind a férjem munkáját illetően, mind pedig ugye a pécsi kosárlabda, a magyar kosárlabdát tekintve, meg hát a gyerekeim miatt is. László, ugye Rád Géber Lászlóról beszélünk, a férjedről. Ha már szóba hoztad, akkor mennyire szakmáztak ott, vagy nem nagyon szoktatok megbeszélni, hogy akár a meccseket, vagy az ő munkája révén? Ez talán ugyanúgy, ahogy kialakult a közös munka időszakában, hogy egyáltalán nem volt otthon a kosárlabda, a közös munka téma, ugyanúgy a mai nap se tudom követni az ő munkáját, tehát annyira nagyon sokat dolgozik a jelenlegi feladatával, hogy ebben nem tudok lépést tartani vele. Az, hogy a gyerekekkel mi történik esetleg az edzésen, már ugye mérkőzéseik vannak, ez a közös dolog, ez napi téma, de különben a munkájával nem tudok lépést tartani. Oké. Beszéljünk egy picit akkor a pályafutásodról. Megmondom őszintén, hogy megpróbáltam mindennek utána nézni, és szerintem reggelig itt ülnék, hogyha most elkezdeném felsorolni, hogy mennyi kupa és bajnoki arany meg minden van. Úgyhogy téged szeretnének megkérni, hogy ezek közül emeljél ki nekem akár egy szezont, akár egy kedvenc meccset, vagy egy olyan pillanatot, ami tényleg elég gyakran felsejlik benned, és így örömmel gondolsz rá vissza. Van ilyen egyébként? Én kedvenc év, vagy kedvenc szezon, vagy kedvenc eredmény? Biztos van, tehát alapjában véve egy csodálatos szakasz volt az életemnek, tehát állatira hálás, boldog és szerencsés lehetek, hogy ilyen pályafutásom volt, hogy azt csináltam, azt reggeltől estig, amit szerettem, amit imádtam, hogy ebből élni tudtam. Úgyhogy ha nem is tudnék, akkor is egy csodálatos csomagot tudnék így lerakni, hogy ez egy nagyon klassz szakasz volt az életemben. Persze biztos van, tehát például ugye az egyéni csúcs, ez egy olyan dolog, ugye, hogy 51 pontot dobni, az egy óriási dolog, főleg ugye felnőtt bajnoki mérkőzésen, tehát mondjuk ez egy olyan emlékezetes dolog. Vagy nagyon emlékezetes marad, amikor sikerült bejutni a messinai Final Four-ra, és az utolsó pillanatban dobott gól. Ugyanazon a héten egy utolsó pillanatban dobott góllal a Magyar Kupát megnyerni Sopronba. Tehát vannak ilyen emlékezetes mérkőzések. Így szezonra is azt hiszem, hogy talán az volt a legszebb szezonunk, amikor bajnokságot nyertünk veretlenül, amikor Messinába kijutottunk, az egy csodálatos év volt, de
De én azt gondolom, hogy mindegyik évnek, mindegyik csapatnak megvolt a szépsége, és ha én statisztikailag nem is tudnék úgy visszamenni, hogy hány volt és mikor volt, biztos, hogy följönnének olyan emlékek, olyan csodálatos dolgok, amik akár mérkőzéshez vagy csapathoz kötődnek. Ha már dátumot nem mondasz, akkor segítek neked egy picit, hiszen a 93-94-es és a 99-2000-es szezonban választottak a legjobb kosárlabdázón önnek Magyarországon. Igen. Igen, az egyik az, azt hiszem, hogy Szekszárdon játszottam, vagy nem Budapesten, Budapesten a BSC-ben, a másik pedig már itt volt Pécsen. A Pécsi ez azért annyi előttem van, hogy ha jól emlékszem, ez 93-94-es szezon, ugye? Igen. 93-94, ez talán, ha lehet mondani, még nehezebb volt. Mind a kettőnek meg volt a nehézsége, hisz Budapesten egy talán ilyen kérdőjeles is volt sok ember számára, hogy lehettem én abban az évben az egyik legdíjazottabb, legelismertebb játékos, hisz a csapat azt hiszem 7. vagy 8. helyzet lett akkor a bajnokságban. De talán pont azért én végig a vállamon vittem a akkori BSC-t, nagyon sok nehézség, probléma volt akkor a csapatban, és egy nagyon jó teljesítményt tudtam egész évben nyújtani. A Pécsi, hát az meg magáért beszél, hogy mennyire nehéz itt, mikor mondjuk van 7-8, abban az időszakban 7-8 válogatott szintű játékos volt, tehát állati klassz csapatunk volt, nagyon erősek voltunk, ugye Újvári Eszter, Károlyi Andrea, Zsolnai Gyöngyi, akkor itt voltak ugye a külföldiek, a Jolka, a Bob Batúvics, úgyhogy egy nagyon-nagyon erős csapat volt, nagyon klassz volt ebből így elismerést szerezni. Akár ebből a csapatból, vagy bármelyik másik szezon csapatjából tartjátok meg a kapcsolatot egyébként, vagy így milyen a... Nekem vannak, igen, ez egészen még Pestre visszamenőleg is van, meg itt Pécsen is. Én inkább úgy a régebbiekkel, tehát a mostani fiatalokkal nem nagyon, a mostani játékosokkal nem nagyon tartom meg, hát nem is ismerem annyira őket, de a régiek közül azért, ha nem is mindennapi kapcsolat van, de összejárunk egy-egy kávéra beszélgetni. Mondtad ugye, hogy több válogatott szintű játékos is volt ugye a csapatban, hát oszlopos tagként ugye veled, hiszen te is válogatott voltál. Ezzel kapcsolatban milyen érzéseid vannak? Mennyire tartott számon ezeket a dolgokat? Hiszen azért számos válogatott mérkőzésen pályára léptem. Igen, ez tényleg egy nagyon szép emlék nekem a válogatottság, és nekem ez mindig is olyan megtiszteltetés, büszkeség fogott el, hogyha én a válogatottban lehetek. Biztos az is közrejátszik, hogy nekem nem volt könnyű bekerülni a válogatottba, tehát akkor válogatottnak lenni az én időszakomban meg kellett érte dolgozni, nem tárcán kínálták a helyet, hogy nagy létszeres, gyere el a válogatottba, mert nem vagyunk annyian. Nekünk egy 20 fős kerettel kezdődött, 20-22 fős kerettel, abból lett egy 16-os szűkítés, majd abból ugye a végső csapat. Nagyon meg kellett akkor dolgozni azért. Én nagyon rosszul veszem, amikor most a válogatott szereplést lemondják játékosok nekem. Ez nem fér bele az én normáimba, tehát én nekem ez nagyon furcsa, amikor a legnagyobb dolog a hazáért fölvenni a címeres mezt. Úgyhogy nekem nagyon sok szép emlékem van. Annak ellenére, hogy nem volt túlságosan sikeres a válogatott beli pályafutásom. Volt benne szép eredmény, és mondjuk így kiemelve, hát a Magyarországi Európa Bajnokság, amelyik ugye a legcsodálatosabb számomra, mert egyrészt itthon pécsi közönség előtt játszottuk a csoportmérkőzéseket, majd innen bejutottunk ugye a döntőbe, és az már Budapesten, az akkori Budapest sportcsarnokba történt, úgyhogy nem beszél arról, hogy 3 hónapos terhes is voltam, úgyhogy ez egy külön pikantériája volt a dolognak, hogy nekem akkor föl volt ugye kínálva, hogy rögtön kiszállhatok a válogatottból, hogyha nekem az ugye fontosabb. Viszont azt is tudtam, hogy ez a a csúcsa a válogatott pályafutásomnak. Tehát itthon, hazai pályán legjobb kezdőötösbe játszani Németh Ágival, Balog Judittal, Nagy Dórával, tehát egy a legütősebb ötösben lenni és meghatározó szerepet játszani. Úgyhogy ez talán egy percig, ha elgondolkoztam azon, hogy most akkor kiszállok, és csak a Lacikára koncentrálok, vagy pedig végigcsinálom. És akkor az mellett döntöttem, hogy igen, végigcsináljuk. Ha ez a gyermek meg szeretne maradni, akkor úgy is megmarad, és végül is sikeresen zártuk az Európa-bajnokságot is, és utána a gyermek is egészségben megszületett. No, eddig ugye csak jó és pozitív dolgokról beszéltünk, a sikerről, tehát egy sportoló, hát egy sportpályafutás során ugye eléri akár sérülés, vagy akár egy negatív széria. Neked van-e bármi olyan
akár sérülésre visszaemlékezzel, egyáltalán mennyire voltál sérülékeny játékos, ami gátolt bármiféle sikerek elérésében, illetve van-e olyan mérkőzés, ami esetleg egy olyan kudarc, vagy egy olyan vereség, ami tényleg így rémálmaidból még ma is fölkelsz, így a hosszú évek távlatából? Ami a sérülést illeti, 7 műtétem volt, tehát abban az időszakban én már ismerősként jártam be a műtőbe, nem zavarta a műtőnek az illata, a közeg, annyira otthonosan éreztem magam. Úgyhogy volt sérülésem bőven, én olyan típusú voltam, aki ritkán sérült, de ha sérült, akkor elég komolyan. Tehát akkor abból általában mindig műtét volt. Egy szerencsém volt, hogy térdsérülésem nem volt, mert azért a kosarasoknál a legkomolyabb az ugye az fél év, majdnem egy egész szezon kihagyása, tehát ilyen nagyon komoly sérülésem nem volt, de azért mondom, rutinos műtőbejáró voltam én is. Ami a lelki részét illeti... Hogy érintett meg általában téged egy ilyen egyébként? Tehát, hogy így... Ezek a sérülések? Akár egy ilyen sérülés, kihagy... igen. Hogy kénytelen vagy kihagyni meccseket, hogyan érintett ez meg téged? Érdekes, hogy a napokban pont erről papoltam a nagyobbik fiamnak, eltört síelni voltunk, és eltört a keze, és bizony majdnem 3 hónapra kiesett az edzésekből, és hát egyfolytában én mondtam a példát, hogy hát édesanyád ilyenkor hogy csinálta, hogy lejártam, és külön edzés, és ami nem fájt, azt fejlesztettem, erősítettem, képeztem magam, úgyhogy elég nehezen bírtam beletörődni abba, hogy nem lehetek ott. Az is hiányzott, hogy a mérkőzés és az edzés, de maga a feeling, amiről azt gondoltam, hogy most lemaradok valamiről, kimaradok, és nekem ott a helyem, szeretnék ott lenni, úgyhogy én nem bírtam ezekbe, mint sok minden másba is belenyugodni, hanem mindig ott voltam akkor is. Néhány szóban esetleg egy olyan mérkőzésről, ami tényleg így azért maradt meg az emlékezetedben, mert nagyon rosszul sültem, vagy esetleg egy olyan szituáció, amikor döntő helyzetben megremegett büntetőzésnél a kezed, vagy van ilyen, ami úgy érzed, hogy nehezen emészthető? Ahol azt gondolom, hogy kihagyott helyzetei miatt esetleg mérkőzés ment el, nem emlékszem. Nem igazán. Az viszont eszemben van, és talán akik a messinai Final Four-t nézték, nekem az egy örökös kis fájdalom, vagy egy rossz emlék, hogy a Burzs ellen játszottunk, és hát nagyon-nagyon fölkészültünk taktikailag arra, hogy mit fognak játszani. Ők ugye úgy jöttek oda, ez a francia csapat, hogy már évek óta Final Four döntőt játszottak, Euroliga győztesek voltak, tehát ők olyan kicsit lezserséggel, magabiztosan, mi pedig az újoncok, hát remegve álltunk velük szembe, de nagyon fölkészültünk, az biztos, és nagyon elszántak voltunk. Én is tudtam a saját feladatomat, és rögtön úgy kezdődött a mérkőzés, hogy ráálltunk a figurájukra, védekeztünk, és mit nem, az én játékosom egyből 3-ból 3-3-as bedobott. Én ugye tudtam, hogy mi a feladat, mit kell védekezni, nem őre ment, rávédekeztünk, és ilyen félpályáról egyből 3-ból 3-3-as bedobott, úgyhogy egyből csere, hideg zuhany, úgyhogy nekem az mondjuk így megmaradt, hogy ezt kifejezetten tudom, hogy ez egy nagyon hibás védekezés volt akkor. Különben nem emlékszem arra, hogy így inkább az ellenkező az, hogy nem bírtam azt, hogy veszítsünk, és az utolsó pillanatban is még ideadjátok a labdát, be kell, hogy dobjuk, meg kell, hogy nyerjük, úgyhogy inkább az a típusú voltam, aki megnyerni a mérkőzéseket. Szerencsére sikerekből volt több pályafutás. Igen. Nem mondom, hogy nem voltak negatív dolgok, de ezek nem mérkőzésekre kivetítve, sokkal inkább ilyen mentális, lelki dolgok, amikkel kellett nekem inkább megküzdeni. No, akkor ennyit a nosztalgia részéről, térjünk át napjainkra. Mi újság veled mostanában? Hiszen pont találkoztunk itt kéne a parkolóban, és kiszálltál a kocsiból, és pezsegsz, és mosolyogsz, és tényleg fiatalosan. Megmaradt a lendület. Igen, megmaradt teljesen. Nem bírnék munka nélkül, szeretek dolgozni. Tehát lehet, hogy megtehetném, hogy otthon vagyok a két gyereket, csak irányítom, nevelem, tanítom. De nagyon nehéz volt például ki Moszkvába és Isztambulba, hogy nem tudtam a saját munkámat csinálni, csak interneten keresztül. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon jó itthon lenni és dolgozni, tenni a mindennapokat. Tehát ez szerintem normális dolog is, hogy egész életedben ugye megvolt egy pörgős, egy utazós, egy lendületes ritmusod, és hogy most akkor, mikor azt befejezed, leszárul az a szakasz, attól ugyanúgy nem fogsz egy másfajta életre. Nem bírnék, úgyhogy dolgozok, csinálom a munkámat. Elsődleges természetesen a gyerekek,
tehát az ő nekik az irányítása, meg a család, tehát minden szempontból ez kerül az első helyre, de utána igyekszem a saját munkámnak is időt szakítani. Többször szóba kerültek ma ugye a srácok, Laci és Tomi, két fiad. Uhatatlanul meg kell kérdeznem, hogy mi a történet velük, lesz-e a jövő kosárlabda részükről, lesz-e bármiféle közük a kosárlabdához, vagy már van? És tényleg próbáljatok erre felé terelni, vagy abszolút nem is terveztek ilyet? Két ellentétes típusú gyermekről van szó, tehát Lacika az a kicsit olyan anyásabb, a Tomcsi pedig egy nagyon kemény kis mafiózó, de mind a kettő a kosárlabdát választotta. A Tomcsi természetesen, a kicsi még kevesebbet, a Lacika napi rendszerességgel jár már edzeni. Nem tudom még, hogy lesz-e belőlük kosaras, de Lacikában már azt látom, ugye ő azért már 14 éves, már valamit azért le kell, hogy tudjunk ebből mérni, hogy olyan típusú lesz ezen a téren is, mint én, aki nem egy állati nagy tehetség, tehát nem a legmagasabb, nem a leggyorsabb, nincsen nagy lába, nincs nagy keze, semmiben nem mutatkozik úgy meg a fizikai testi felépítése, hogy na hát ez a jövő reménysége. Viszont óriási szíve van, akarater, és nem bír veszíteni. Tehát ebben azt látom, hogy ugyanúgy állandóan a győzni akarás benne van, ami majd talán az élet más területén is, de a sportban is majd azt gondolom, hogy tudja kamatoztatni. A Tomcsi még kicsi, tehát ő egyelőre csak azt mondta, hogy igen, ő is 9-es vagy 13-as akar lenni, kosaras akar lenni, de nem, még azt nem tudjuk, hogy vele majd merre visz az út. Ha jól tudom, akkor a nagyobbik fiú még a focival is kacérkodott régebben. Egészen addig focizott, míg ki nem mentünk Moszkvába, tehát az volt egy választó, de mi nagyon reálisan láttuk a szülők, hogy nem lesz belőle focista. Ő imádott odajárni, 4-5 évig együtt volt egy társaság, egy banda, és ugyan ő kispados volt, vagy csapatba se került, de nagyon klasszul érezte magát, és nem bírtuk abból a közegből kivenni. Kicsi volt még ahhoz, én szülő hiába láttam, hogy ez nem vezet sehová. Nehéz volt akkor egy 6-7 éves gyereket arról meggyőzni, hogy hát váltsunk, nem volt hajlandó váltani, és akkor Moszkvába való utazásunk segített abban, hogy na, akkor elhatározta, hogy jó, így is úgy is itt kell hagyni azt a baráti társaságot, akkor ha kimegyünk, akkor át tudunk váltani a kosárlabdára, és Moszkvába kezdett el végül is ő kosarazni. Könnyen alkalmazkodtatok egyébként, akár Isztambulhoz, akár Moszkvához, amikor menni kellett? A kiutazásunk, ugye az első az nehéz volt, a gyerekek nagyon sírtak, tehát nem szívesen indultak neki, főleg a nagyobb, ugye, mert ő neki azért már itt kellett hagyni egy új baráti közeget, az osztályt. Nehezen indult, és meg is küzdöttünk azért az orosz élettel. Tehát addig, amíg a Lászlónak ez egy csodálatos pályafutásának egy csodálatos szakasza volt, addig nekünk az nagyon sok... Nem nehézsége, tehát ez nem helyes, egyedül voltunk, távol voltunk, tanultuk, szoktuk ezt az újfajta életet, és jó, hogy utána jött Isztambul, ami egy teljesen másfajta képet adott, oda már nagyon szívesen mentünk. Oda már a gyerekek is, sőt, hát a mai napig is tartják a kapcsolatot a kintiekkel, most, hogy kint voltunk nem régen a Final Eight döntőn, meglátogatták ismerősöket, tehát oda már szívesen mentünk. Két ellentétes periódus volt ez az életünknek, de mind a kettő nagyon tanulságos. Akár a nyelveket is elsajátítottátok ez idő alatt, vagy így volt bármilyen tanulási időszak? Igen, ez úgy volt, hogy én orosz tanultam, az orosz nyelvet tanultam még az általános és a középiskolában, tehát nekem jó volt, én azt tudtam újra elővenni és ezt használni. Lacika a nagyobbik, ő tanulta is ezt, tehát az angol nyelvet. Mind a ketten angol iskolába iratkoztak be, illetve a Tamás az óvodába, de mind a ketten az angolt kezdték el tanulni, és mellé az orosz. Na most ez a Tom csinál, ez egy olyan zűrzavart okozott, hogy egyszerre két idegen nyelv, hogy neki teljesen mindegy volt, milyen nyelven szóltak hozzá, semmit nem értett. Tehát ugye ő akkor még óvodás volt, teljesen mindegy, oroszul vagy angolul szóltak hozzá, szegény, nagyon tanástalan volt, ő nagyon sokat sírt még akkor kint Moszkvában, neki nehéz volt, meg hát nekem is, én is sírtam. Néztem a kerítésen kívül, ahogy a gyerek egyedül gerebjézi a leveleket, nem játszik a többiekkel, nem tud velük még kapcsolatot teremteni, úgyhogy az neki volt nehezebb. Lacika azt kamatoztatta ezt, én azt hiszem, hogy már ő oroszt is tanul. Most a középiskolában mindenképp nekem ez egy úgymond elvárás, hogy az angol nyelv mellett az oroszt folytassa, mert mikor hazajöttünk, se hagytuk abba, hanem azokat az alapokat, azokat egy kicsit mélyítettük benne, hogy megmaradjon.
Még egy családi kérdés itt a vége felé. Ugye tudjuk a férjedről, Rádi Eber Lászról, hogy egy nagyon karakán határozott ember, és ugye tudjuk, hogy te is hasonló vagy. Legalábbis ami a pályát illeti, vagy a pálya szélét. Ti otthon is ilyenek vagytok egyébként, vagy teljesen más? Teljesen mások vagytok. Én azt hiszem, hogy én otthon is ilyen vagyok, a László pedig otthon szeret elengedni, igen, tehát nagyon sok elvárás, nagyon sok feszesség, követelés van az ő munkájában, és ezért ő otthon szereti, ha egy kicsit talán tud sodródni, hogyha egy picit lazíthat, nem mindent ő irányít, nem mindent ő mond, hanem egy kicsit szabadjára engedni a gondolatait, cselekedeteit, úgyhogy otthon azért nem kell neki állandóan. Mert nem is tud. Tehát nem is tud, nagyon kevés időt tölt azért ő otthon. Tehát nagyon sokat dolgozik, nagyon sokat utazik, úgyhogy én azt gondolom, mindenképp én vagyok a családnak a motorja, amelyik összetartja és irányítja az egészet. Beszéltünk már szabadidőről, családról, munkáról. Mit csinálsz, hogyha dolgozol? Ugye említetted, hogy egyszerűen nem tudsz meglenni munka nélkül. Mit csinálsz hétköznapokon? Lehet azt mondani, hogy megint szerencsés vagyok, de én azt gondolom, hogy az a szerencsés egyébként, aki tesz is ezért, tehát aki sokat dolgozik, az várhatja a szerencsét. Én megint 5 évvel ezelőtt, sőt most már a nyáron 6 év lesz, hogy megismerkedtem ezzel a Kengu fitness ágazattal, és olyan 6 év alatt egy nagyon kis klassz csapatot építettem, természetesen megint csapatot, mert nem is tudnám úgy elképzelni, és lehet, hogy ezért is megy úgy könnyebben a munka, hisz csapatban éltem, végig dolgoztam, és van nekem egy 11 főből álló oktatói stábom, akikkel egész Pécsen és Baranyában ezt a fitness sportágat erősítjük, ezt a Kengu. Mutassuk ezt be, mert nem biztos, hogy mindenki ismeri, ugye? Igen, ez egy speciális cipő, ez egy olyan fitness cipő, ez egy rugós szerkezetű, amit a vendégek vagy a gyerekek fölhúznak az edzésre, és ebben tartjuk a különböző foglalkozásokat. Mi foglalkozunk gyerekekkel, általános iskolában tartunk Kengu órákat, és foglalkozunk az egyetemen is. Az egyetemen a testnevelés hallgatók végzik ezt kreditpontért, illetve hát a fitness termekben. És ez ugyanolyan mondjuk, mint egy másik fitness ágazat, ugyanúgy ilyen órára el lehet jönni, és hát azt mondom, hogy szeretik, nagyon szeretik, főként ugye az egyetemisták és a középkorosztály addig bezárólag, tehát olyan kezdjük a 8 évesekkel, és fejezzük mondjuk az 50 évesekkel. Ez a célközösségünk. Úgyhogy ezt teszi ki a mindennapomat. Én az elején ezt természetesen én is edzéssel kezdtem, tehát én is órákat tartottam, és ahogy sikerült ezt a stábot, ezt a csapatot egyre nagyobbra duzzasztani, nekem most már olyan szuper, fiatal, csinos, gyönyörű csajok vannak, akik hihetetlen jó órákat tartanak az edzéseken, úgyhogy én irányítom ezt az egész csapatot. Jó, hogy itthon vagyok, én azt gondolom, mert odakint, míg kint voltunk, se hagytam abba ezt a munkát, csak más gép mellől irányítani ezt az egészet, és mondjuk más minden nap tenni ezért. Úgyhogy benne van a fejlődés lehetősége, napról napra ezen dolgozom. Hát akkor megmaradt a sport és a mozgás. Igen, ez nagyon klassz, pontosan, mert kellett mindenképp, tehát nem tudtam volna elképzelni magam, hogy valahova egy ülő munkára beüljek, és ugyanakkor meg kellett találni egy olyan sportot, ami mondjuk a 6-7 sportműtét után még űzhető, tehát ami nem fáj a különböző ízületeimnek. Én itt a szerencse, hogy rátaláltam erre a kengúra, és ezt tudom nap mint nap végezni. Akkor mondhatom, hogy egy elégedett Csák Magdi ül velem szemben. Az élet minden terület, ami az élet minden területét illeti. Köszönöm, igen, hogyha ez így van. Persze nem mondom, hogy az én napjaim is mindig tökéletesek, mert nekem is van néha fejfájásom, de hát azt gondolom, hogy kinek nincsen. Én azt hiszem, hogy nagyon elégedett lehetek az életemmel. Magdi, köszönjük szépen, hogy itt voltál, és akkor további sok sikereket kívánunk neked. Köszönöm szépen. Kedves nézőknek is köszönjük a figyelmet. Természetesen jövő héten majd más valaki ül abban a székben. Tartsanak velünk akkor is. Minden jót, viszontlátásra.